Tomi. Újra kell. Sziasztok! Köszönjük, hívjuk itt! Ez itt az Inogen Jamboree második adása. Én Tom Tomi, Dávid vagyok, én leszek a mai napnak a házigazdája, és két elképesztően izgalmas beszélgetésnek nézzünk el ide a közösségépítés témakörben. A második beszélgetésben egyrészt a zeneipar jövőjéről, a jelenlegi időszak után fogunk beszélgetni, különböző egy zenekar frontemberével, különböző sikeres vállalkozókkal, de most kezdjük is rögtön az első kerekasztalt, mert zseniális vendégek vannak itt most velem, hiszen itt van velem három lenyűgözően fiatal, de annál nagyobb hatással bíró vállalkozó, innovátor, úgyhogy először köszöntöm is Novák Blankát, Vasalekszert és Kántor Kristófot, másrészt pedig itt van velünk még Jocó bácsi is, aki át fiatalon az ország leghíresebb tanára, és az ő innovatív felfogás és módszere nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal és innovátor nevet meg. Úgyhogy először is köszöntelek titeket, kezdjünk itt bele, kivel foglalkozik, kicsit meséljetek a ti projektjeitekről, a ti szívügyeitekről. Blanka. Sziasztok! Nos, 20 éves egyetemista vagyok, az Eszterházy Károly Egyetem diákja, és 5 éve folytatok kutatási tevékenységet, mellyel több nemzetközi versenyen vettem részt. Ez egy mikrobiológiai, farmakológiai projekt, és egy rendkívül rezisztens baktérium törzs ellen készítettem egy hatásos oldatot. Ezzel jártam különböző versenyeken, mint az amerikai világolimpia vagy a Nobel-díjátadó, és pont az ezeken a versenyeken megfogalmazódott szakmai tapasztalatom és élményeim alapján alapította meg a Drop the Stamp podcastomat, amelyen inspiráló fiatal elmékkel készítek interjúkat az Amerikai Szövetség támogatásával, illetve most vittem a Cápák között műsorba egy globális rendszernek az ötletét, a stampool.net-ét, amely fiatal kutatókat köt össze, nem csak egymással, hanem különböző cégekkel, és egy edukációs irányvonalat is képvisel ez a filantróp vállalkozás. Zseniális, tényleg elképesztően erről még később kicsit többet fogunk, sőt, nagyon sokkal többet fogunk még beszélgetni. Alexa, neked mi a szívügyed, neked mi a projekted? Sziasztok! Alexa vagyok, 22 éves, vagyis csak leszek, és a Széchenyi István Egyetemre járok, ott gépészmérnöknek tanulok, mellette pedig az Audi-ban dolgozom, a szerszámgyárban, mint konstruktőr gyakornok. És így az egyetem meg a munka mellett foglalkozom egy startuppal is, aminek az alapjait középiskolában kezdtem el. Ez a Low Cost Robotics. 6 és 16 éves kor közötti végtag hiányos gyermekeknek fejlesztünk 3D nyomtatott és dizájnolható olcsó protéziseket, amik funkcionálisak is mellé. És az a célunk ezzel, hogy a protézis viselésnek a nulladik szakaszába kapcsolódjunk be, azért, hogy a gyerekek megtanulják használni a protézist, ezért szeretnénk egy ilyen oktatási programot összerakni, gyógytornászokkal együttműködve, amiben megtanulják a gyerekek, hogy hogyan kell egy protézist használni, hogyan kell vele fogni, és hogy kialakuljon ez az érzés, hogy protézisük van. Így amikor később egy komolyabb, rendes, bionikus karra váltanak, akkor ne az legyen, hogy a sarokban áll az a drága robotkéz, mert nem tudják használni. Úgyhogy jelenleg ezzel foglalkozom. Szuper! Kristóf, mesélj is egy kicsit! Sziasztok, Kántor Kristóf vagyok, 17 éves, és egy ilyen látássérültek számára készült fejpántot gyártak, ami megkönnyítettővé tenné számukra a mindennapi életet. Magában az eszközben alkalmazok mesterséges intelligenciát és különböző szenzortechnológiákat, és nagyon alapban annyit kell tudni a projektről, hogy az eszköz jelen állapotában képes mérni a távolságokat, felismerni tárgyakat és azokat hangformájában közvetíteni a felhasználónak, illetve számos egyéb érdekes funkcióval rendelkezik. Szuper! Hát szerintem mind a három projekt, amiről most itt hallhattunk, lenyűgöző, és erről hát most mindjárt sokat fogtok nekem mesélni. Na de először is még át is adom a szót kicsit Jocó bácsinak, hiszen te is, még ahogy mondtam, itt vagy természetesen velünk, és
hát ha már itt a jelenlegi időszak után vagyunk itt, és ami most keresztül mentünk mindannyiunknak, nagyon különleges volt, és különböző kihívásokat állított elénk ez a fájd és a koronavírussal. Mégis te azért, mint tanár, egy nagyon hát meghatározó időszakot kellett tulajdonképpen, hogy online végigcsinálj. Hogy élted meg? Sziasztok, a többiekkel ellentétben én nem merem elárulni az életkoromat, úgyhogy fedje homály. Igazából egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, hogy a saját osztályom idén érettségizett, tehát hogy nekünk pont az utolsó két hónapunkat vette el a vírus, legyen az ballagász, szerenád, az utolsó napoknak az élményei, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, de azon, hogy sikeresen túléltük, és hál' Istennek mindenki, akit ismerünk, sikeresen túlélte. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos. Rengeteg tapasztalatot szereztünk ebben a három hónapban, hogy így a digitális oktatás mennyire működik, mennyire nem működik, és arról is, hogy a mai diákoknak mennyire van igényük egyáltalán a digitális oktatásra, és hogy bármennyire is online élnek ezek a gyerekek, nem nagyon akarnak online tanulni és online iskolába járni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ennek a legnagyobb tanulsága ennek az időszaknak, hogy felértékelődött az iskola, mint olyan. És az iskolának a közösségi ereje abszolút felértékelődött. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért ennek az időszaknak vannak pozitívuma is a rengeteg negatív mellett. Te, mint tanár, szerintem egy nagyon különleges helyzetben vagy, hiszen hát egyrészt lehetőséged, másrészt pedig akár kötelességed is az, hogy olyan közösséget hoz létre tulajdonképpen teljesen különböző és sokszínű fiatalokból, amivel mindannyiuknak valamit az útjukra tudsz tulajdonképpen adni, és motiválni tudod őket. És most itt van, ahogy már mondtam, velünk három, hát olyan innovátor fiatal, akiknek ez valamilyen módon megadatott, és ők is elindultak az útjaikon. Úgyhogy most titeket kérdeznélek. Kristóf, neked ki volt az, aki igazán meghatározó volt, vagy mi indított téged el ezen az úton? Milyen közösségek segítettek téged? Hát ugye kezdetben magával a látással, mint olyan foglalkozni, azt így 6.-7. osztály környéken kezdtem el. Ez egy általános iskolás rajztanárnak volt köszönhető. Az alapkoncepció az annyi, hogy egy olyan tematikában készítettünk festményeket, ami a vak és gyengelátó emberekre hívta fel a figyelmet. Egy ilyen kiállítás volt az akkori iskolánkban. Színes krétával kellett egy lapra lefesteni teljesen színesre, utána egy fedő réteggel feketére festeni, majd úgy kialakítani magát a rajzokat, hogy a fekete réteget lekaparni. És ebből volt egy ilyen tárlat, és nekem valahogy így ekkor fogalmazódott meg. És aztán később az innovációs verseny során gondolkoztam, hogy mi az, amivel ténylegesen értéket tudnék közvetíteni a rászoruló emberek számára, és emiatt maradtam így főként a vakságnál és a látássérültekkel való foglalkozásnál. Szervezetek szempontjából pedig kezdetben egyedül voltam, ma pedig már több szervezet is van, aki segít a munkámat és a fejlődésemet, elsősorban a Startup Campus, illetve tudnám még mondani a Magyar Innovációs Szövetséget, valamint még a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési, valamint Innovációs Hivatalt. Lányok, nektek kik voltak meghatározók tulajdonképpen, akár személyiség, akár közösségek? Most akkor kezdem én. Kicsapna a kérdésre. Egyszerre, mondjad, Blanka. Rendben, kutatói tevékenységében, akit ki tudnék emelni, és én is a vizualitás vonalnál maradnék, édesanyám volt az, aki, emlékszem, kiskoromtól kezdve az innovatív alapú nevelést alkalmazta, és úgymond rajtam validálta a módszereit. 4 éves koromban anyukám alkotó termében titokban lefestettem az egyik képét, és ahelyett, hogy leszidott volna, kiakasztotta a képet a nappaliba, és a mai napig ott van. De ezzel egyébként arra biztatott szavak nélkül is, hogy ne félje hibázni, hiszen sokszor egy tökéletes mércét állítunk fel, azonban a kutatás arról szól, és az innovációs közösségben való tevékenység is, hogy nem a tökéletesség felé dolgozunk, vagy annak az elérése felé, de inkább adaptálódni kell a helyzetekhez, amely
az alfa verziónak a továbbfejlesztését jelenti, és inkább nem egy specifikus tervet kell kialakítani, hanem stratégiát, mert abban benne van a hibázás lehetősége. De innovációs közösségek terén természetesen gimnáziumi tanáraim támogattak, illetve az Eszterházi Károly Egyetemen kaptam mentorálási lehetőséget, utána pedig a projektemet a Richter laboratóriumában folytattam. Tudományos kommunikáció terén pedig az Európai Fiatal Tudósok Versenyének a kommunikációs rendszerét, az alumni csoportját építem, és annak építettem föl weblapot. Most a STEMPO rendszerén keresztül pedig az MIT, Amerikai Egyetem iGEM-nek a szintetikus biológiai projektjével dolgozunk, amely a szintetikus biológia etikai megoldásait vagy határait tárja föl. Tehát ezek a közösségek, illetve az amerikai világverseny során is, amely inspirálta a podcastnak az elindítását, ezek mind még eszenciális elemek és mérföldkövek voltak a kutatói munka és tevékenységeim során. Alexa, te itt mit tudsz mesélni? Hú, hát a szüleimnek én is nagyon sok mindent köszönhetek egyébként. Én szerettem volna orvos lenni, mert régóta van bennem egy ilyen érzés, hogy én segíteni szeretnék másoknak, de ez egészen hamar kiderült, mivel nem bírom a vért, most úgy, hát ez elég vicces lenne orvosnak menni. Így amikor úgy döntöttem, hogy a műszaki pálya egyébként sokkal jobban fekszik, mint az orvosi, akkor ők mindenbe támogattak. Egyébként ilyen nagyon műszaki családból jövök, úgyhogy szerencsére mindenki hozzá tudott ezt tenni egy picit. Szóval így el tudtam indulni ezen az úton, és mindenben támogattak. Mellette pedig a Nők a Tudományban Egyesületet emelném ki, akik iszonyatosan sokat segítettek minden téren, tehát hogy nem csak a képzések, hanem így az ismerettségek is nagyon jól jöttek. Illetve ugye, amikor elkezdtem a kutatásomat középiskolában, akkor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia és Bionikai Karán a mentorom, dr. Cserei György is nagyon-nagyon sokat segített a projektben, illetve most, hogy már startupozunk, így a Start It Up Győr és az ottani mentorunk, Molnár Pál segít nekünk, illetve most benne vagyunk egy inkubációban, amit a Start It Up KNTH csinál, és ők is nagyon sok szakmai segítséget nyújtanak. Úgyhogy így hál' Istennek egy támogató közegben vagyok, meg támogató közegben nőttem fel így a családi részről. Úgyhogy... Értem. Én is hozzáfűzném még azt, hogy a Magyar Innovációs Szövetség volt az, aki elindított úgymond ezen a pályán, és tényleg a gyönyörű kis plasztika mellett a felbecsülhetetlen értékű kapcsolatokat emelném ki, illetve a Startup Campusszal is együttműködtünk az innovációs roadshow kialakításában, amely pont a fiatalabb generáció célozza meg, hogy az ötleteiket implementálhassák és realizálhassák. Jó, szó, akkor most újra felé fordulok itt a képernyőn, hiszen neked szerintem nagyon különleges a kapcsolatod tulajdonképpen az innovációval, mert egyrészt magad is egy hátként működsz tulajdonképpen, másrészt pedig a te innovatív pedagógiai módszereiddel hozzájárulsz ahhoz, hogy közösségek épüljenek ki. Te hogy látod, hogyan lehet megadni úgymond ezt az alapot és azt a kezdőlöketet a fiataloknak, hogyan lehet egy olyan helyet, egy olyan közösséget létrehozni, amiből hosszú távon tudnak akár ilyen módon építkezni. Én azt gondolom, hogy tanárként és osztályfőnökként erre kell valami hogy hangsúlyt fektetni az első pillanattól kezdve. Ugye már az iskola elején, hogy a gólyatáborban megkezdődik maga a közösségépítés és a közösségnek a kialakulása, és aztán onnantól kezdve végig az utolsó pillanatig tart ez a közösségépítés. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és tanárként szerintem erre kell hangsúlyt fektetni, és azon, hogy erre mondjuk az élménypedagógia az egy baromi jó módszer, amit mi használunk, és ezzel például amellett, hogy közösséget építünk, amellett képességeket fejlesztünk, és azokat a kompetenciákat erősítjük, ami a 21. században pontos, vagy akár ugye, ahogy itt a srácokat, lányokat elnézem, hogy azt startup világban pontos, hogy mind a kommunikációs készség, mind a kreativitás, mind a bátorság
mert azt gondolom, hogy ez azért ehhez nagyobb bátorság is kell. Tehát én azt gondolom, hogy tanárként erre fektetem a hangsúlyt mondjuk a történelem keretein belül is, és osztályfőnökként is, hogy a tényanyag mellett iszonyatosan nagy képesség fejlődésen menjenek keresztül a diákok, és én azt gondolom, hogy arra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk iskolaként, hogy megmutassuk azt, hogy igenis merni kell vállalkozni, és igenis merni kell ötleteket kitalálni, és igenis merni kell ezeket megvalósítani. És amit mindig elmondok a diákoknak, ami nagyon fontos, az itt már ugye elhangzott a kapcsolati tőke, hogy az ember ne csak tanuljon éjjel-nappal, hanem egy közösségnek legyen a tagja, és akár menjenek el külön programra, menjenek el szórakozni, mert ezáltal is olyan kapcsolati tőkéje lesz az embernek, amihez bármikor tud nyúlni. Nekem egészen gimnáziumtól egyetemig bezárólag iszonyatosan nagy kapcsolati tőkén van. Én az elmúlt 6-8 évben nem tudtam olyan helyen dolgozni, ahol ismerősen nem találkoztam volna, akivel gimnáziumban, egyetemen ne ittunk volna együtt, ne jártunk volna együtt órákra, ne töltöttünk volna időt, és hogy ne kellemesen emlékeznék egymásra. Tehát, hogy ez szerintem ez is nagyon fontos része ennek az időszaknak. Aha. Blank, ez a téma téged különösen érint, hiszen pont a jelenlegi projekt, amiben benne vagy, amivel tegnap még ugye a TV képernyőjén is voltál a CEPEK közöttben, az egyrészt pontosan erre az egész networkingre épül, és kicsit kombinálta tulajdonképpen a szenvedélyeid, ugye a kutatást, és a kapcsolatépítést, hiszen neked is elképesztő mentoraid voltak már az életed során. Most beszéljünk csak ugye a különböző Nobel-díját adóról, ahol ott tudtál lenni, és meg tudtál ismerkedni elképesztő emberekkel. Szerinted mennyire fontos a mai világban a kapcsolatrendszer? Mindenképpen fontos. A kapcsolatrendszerek kialakítása során szerintem az a szemléletnek a domborítása a legfontosabb, hogy ne a saját hasznunkat nézzük a kapcsolatok kialakításában. Tehát azt is látjuk a vállalkozásoknál, hogy a csupán minimális profitorientáltság nem vezet minden esetben a legnagyobb kitöréshez, hanem kell mögé egy üzenet. És én, amikor ismerkedtem kutatókkal, szakmabeliekkel, mindig arra figyeltem, és ez igazán a szenvedélyem, az interpersonális kommunikációknak az erősítése, hogy megismerjem a tudományos motivációjukat, pályaútjukat, amelyek az eredmények eléréséhez vezetett, hiszen tudjuk azt, hogy a saját genetikai térképünk is rendkívül komplex, ugyanúgy ilyen összetett az érdeklődési körünk is. És igen, ahogy mondta Tomi, ez inspirált arra, hogy elindítsam a Stempolnak a rendszerét, amely világszinten összekapcsol embereket, és ez nem egy tradicionális HR-es alkalmazás, hiszen azt meg kell említeni, hogy a kapcsolatok kialakításánál nagyon fontos az autentikusság, az, hogy valakinek a privát personája megegyezik a publikussal, és hálás vagyok azért, hogy a kutatótársaim bizalmát élvezhetem, hiszen ez egyik legfontosabb eleme, hogy egy jól fenntartható rendszert tudjak építeni, amely már meg is jelent, és a weboldalon, a stempool.net-en lehet csatlakozni hozzá. Tehát tényleg az a cél, hogy egy állandó és kitartó növekedést hozzon, és ami eszembe jutott, amikor a Nobel-díját adón voltam, Tasakó Hancsóval több között találkozhattam orvosi Nobel-díjassal, aki azt mondta, hogy egy magas pozícióban lévő ember nem erőszakkal, hanem példa alapján vezet, és ez úgymond a mottómá is vált. Uh-huh. Zseniális. És nektek mennyire forgatta fel hát az elmúlt heteknek az eseményei a hétköznapjaitokat, vagy sőt az elmúlt hónapoknak az eseményei, hiszen mindannyian kicsit otthon ragadtunk, és otthon maradtunk. És ez nektek az innovációs folyamatot nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyire változtatta meg, és mennyire alakította át. Kristóf? Hát nekem annyiból volt igazság szerint egy picivel érdekesebb, hogy nem csak a koronavírus időszak volt így az otthonmaradás szempontjában, hanem nekem számos versenyem is elmaradt, vagy az online térben került megrendezésre, pereltolódott ennek köszönhetően, aminek nyilván voltak jó és rossz oldalai. Igazság szerint olyan szempontból jobb volt, hogy
több időt tudtam rá szánni, hogy amíg nem kellett iskolában lenni, addig tudtam főként a projekttel foglalkozni, és szabadabban beosztani az időmet. Viszont olyan szempontból meg rosszabb lehet, hogy nem tudjuk kialakítani fizikálisan ezeket a kapcsolatokat, amiket mondjuk például a versenyeken óriási előnyre tehetünk szert a későbbi életünk során, tehát hogy ezeket a kapcsolatokat nem tudjuk kialakítani. Szerintem aki kellően időben gondolkozott ezzel kapcsolatban, meg tudta, hogy mit és hogyan szeretne, az tudott előny kovácsolni ezekből a pandémiás helyzetekből. Uh-huh. Jó szó neked, mint tanár, mennyire volt nehéz akár egy offline közösséget átültetni az online térbe? Hát baromi nehéz, ugye nekünk egy olyan munkát kellett online itthonról végezni, amit még soha nem végeztek online otthonról. És én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon megnehezített. Tehát tök érdekes, hogy a mai gyerekek, akik amúgy az online térben élnek, nagyon nehezen barátkoztak meg ezzel, hogy most az online térbe kényszerültek, és hogy nem ölelhetik meg egymást, nem pacsizhatnak le, nem lehetnek egy térben, nem láthatják a másikat, csak egy ekkora kijelzőn keresztül. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nehéz volt. Én igyekeztem osztályfőnöki órákat tartani, kis csoportban beszélgetni, és én nagyon sok online élő órát tartottam, tehát amikor láttuk a diákokat, egymást hallottuk egymást, és hogy így próbáltuk megtartani a kapcsolatot, de ez nem olyan, mint hogyha egy térben lettünk volna. Tehát azt gondolom, hogy így bebizonyosodott, hogy lehet így is tanítani, csak nem, nincs értelme, és kevésbé sikeres ez a történet, tehát hogy engem amúgy is megviselt, mert ahogy Kristóf is mondta, nekem egy körülbelül 20 előadásomat mondták le, és 6 iskolában mentünk volna több ezer diáknak múzeumtúrát tartani múzeumokkal, ezt is át kellett tenni az online térbe, tehát hogy nekem igazából így mindent, ami eddig a hajtóerőm volt, és ami éltetett, mind a diákok, mind a közönség az most elvették, és hát azért emiatt volt igazából szerintem lelkileg nagyon nehéz. Most az anyagi részéről nem beszélek értelemszerűen, de azért az is megviseli az embert, de engem sokkal jobban érintett a lelki oldal ennek a történet. És nagyon érdekes, amit előhoztál tulajdonképpen, hogy elmondtad, hogy bár mennyire digitális generáció vagyunk, mégis nagyon hiányzott a diákjaidnak, hogy találkozzanak, hogy megöleljék egymást, ahogy te is mondtad. És szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen a generációkról mondták már azt, hogy mi vagyunk azok, akik csak is az online térben hajlandóak élni, és nem akarnak kimenni az offline világba. Most pedig pontosan megfordult ez a teljes helyzet. És az új könyvem kapcsán csináltam is egy izgalmas kutatást, hogy most fog megjelenni a könyv. És ez a kutatás ki is mutatta azt, hogy egyrészt mi mennyire, amikor otthon voltunk, mégis mennyire fejlesztésre és önfejlesztésre használtuk ki ezt az időszakot, és a kép, amit most is látnak a nézők a képernyőn, ez azt írja le, hogy milyennek is tartja a saját magát az új generáció, és mi milyennek is írjánk le magunkat. És a legfelkapottabb válaszok azok egyértelműen a gyors és a kreatívak voltak, és kíváncsi vagyok, hogy ti ezzel, srácok, lányok, mennyire értetek tulajdonképpen egyet. Alexa, te mennyire tudsz azzal azonosulni, hogy a mi generációk elképesztően gyors, elképesztően kreatív, és tulajdonképpen nagyon jól tud adaptálódni akár az ilyen helyzetekhez? Én teljes mértékben egyet értek ezzel, mert új lehetőségeket nyitott meg tulajdonképpen ez az egész krízis helyzet. Uh-huh. Tehát például a mérnök hallgató vagyok, azért elég durva tud néha lenni az órarendem, és így nem biztos, hogy beleférnek olyan programok, mint például a Startup Safari, vagy ilyenek, de most el tudtam menni, és különböző konferenciákra is el tudtam menni, mivel nem kellett kimozdulnom itthonról, és ez nagyon jó volt. Ugyanez a meetingekkel is, hogy nagyon sokszor kiderült, hogy amit behívunk mindenkit egy meetingre, és ott ülünk egy órán keresztül, azt el lehet intézni egy e-mailben is, vagy egy gyors telefonhívásban, és nem kell ott ülni az előre lefoglalt kis meeting szobában, és nézni egymást egy órán keresztül. Úgyhogy ez tök jó. És tényleg szerintem nagyon
Nagyon sokat tudtunk ebből mi is tanulni, meg úgy általában mindenki, tehát hogy így gondolok itt a, például ezekre a rendezvényekre. Nekem is maradtak el sajnos rendezvényeim, amiket így nem vittek át az online térbe, de majd eljön ennek is az ideje, én ráérek, úgyhogy majd bepótoljuk. Úgyhogy igen, illetve még így a kapcsolattartás is sokkal egyszerűbb volt. Nekünk van egy csapattagunk, aki Pesten van, és eddig azért volt, hogy élőben is kommunikáltunk vele, de most, hogy nem tudtunk találkozni, így abszolút fel se tűnt, hogy nem élőben beszélgetünk, hanem ugyanúgy vittük tovább a problémákat, mintha ott ülnénk egymással szemben a kávézóban, és megbeszélnénk a dolgokat. Úgyhogy ez így tök jó volt szerintem. Másrésztről viszont azért így volt rosszabb része is, tehát hogy a time managementet mindenkinek meg kell tanulnia, mert szerintem sokan csinálták azt, hogy délben keltek fel, és a reggelire ebédet ettek, tehát úgyhogy igen. De hát abszolút egyetértek. Aha. Blank, még ez van hozzáfűzni valód? Igen, hát a COVID időszak hatására létrejött fizikai korlátozások részben átírták a terveimet, hogy utazás célpontjából lett volna innovációs versenyekre podcastból adódó meghívásaim. Azonban más tereken, például online platformokon megerősítettek az eredeti küldetésben. A virtuális kollaboráció kialakítása ugyanúgy működött, és a személyes határlemontásokhoz hozzájárult a különböző nyelvek ismerete, az angolon kívül a kínai is, és spanyol, és webkamerán is lehet úgymond kapcsolatokat teremteni, hogyha a nyelvi határokat is le tudjuk bontani. De reflektálni szeretnék arra, hogy a digitális transformáció korában ugye elengedhetetlenné válik a digitális stratégia kialakítás is, hiszen a Gen Z 8 másodperc alatt hozza meg a döntéseit a képernyő előtt, az, hogy érdekes-e számunkra az a termék, igennel vagy nem elszavazunk, tehát a profit szempontjából is fontos, és így a bioritmus átalakulását is érintettük, ugye jellemző az a generáció, jóra, hogy instant gratifikációt követünk, tehát egy dopamin löketet. A hedonizmusnak lehetnek pozitív és negatív formái is természetesen, de fontos egyébként, amikor felborul a normál struktúránk, amihez hozzászoktunk, hogy egy belső kontrollt alakítsunk ki, tehát hogy a 24 órás időkeretemet tőkeként tekintem. Tehát olyan tevékenységekbe fektetek be, amely saját és a mások épülését szolgálják, tehát nem feltétlenül egy egész napos Netflix túrában, de persze az is belefér ilyenkor, de azt szeretném ebből kihozni, hogy ugye a mikro napi rendünk a makro életcélunká formálódik, és szerintem ilyen szempontból sok pozitívumot is hozott ez a váratlan és tragikus esemény. Értem. És szintén, amit megmutatott ez a kutatást, amit készítettem, nagyon érdekes szerintem, hogy ugye mi voltunk az az új generáció, akikről nagyon-nagyon sokáig azt mondták, hogy mivel nekünk ugye nem volt nagy háborunk, nagy csatánk, amiért mi küzdöttünk volna, és nem ért minket olyan igazán nagy negatívum, ugye egy olyan negatívum, ami úgy közösen érintett volna mindannyiunkat, ezért hát sok attribútunk ránk lett ruházva, hogy mi milyenek nem lettünk, amilyenek az előző generációk voltak. És ezért arra voltam nagyon kíváncsi, hogy mit gondol az új generáció arról, hogy ez egy olyan esemény lesz-e, ami tulajdonképpen hosszú távon összetart-e majd minket, és valamilyen szinten egy összekovácsolást hoz létre a generáción belül. És egy egyértelműen igen lett a válasz, és Kristóf, most a te véleményed kérném, te ebben egyetértesz? Szerinted ez egy meghatározó időszak mindannyiunk életében, amire évek múlva ugyanúgy vissza fogunk közösen tekinteni? Szerintem mindenképpen. Mint az előbb bárki valamilyen szinten kifejtettem, szerintem hatalmas lehetőségek voltak a jelenfejlesztésre, illetve arra, hogy megtaláljuk azt, hogy ténylegesen mivel szeretnénk foglalkozni a későbbiek során. És én szerintem ennél jobb lehetőség nem nagyon lesz, amikor úgy lelassul a világ körülöttünk, és ténylegesen el tudjuk dönteni, mi az, ami számunkra ténylegesen értéket képvisel, vagy közben. Értem.
teljesen értem, amit mondasz, És te neked hogyan tudod tovább menni tulajdonképpen ez a közösségi kapcsolat ebben, ebben az online időszakban? Tehát ezek a közösségek, akik így veled vannak tulajdonképpen online is, ugyanúgy veled maradtak, és nem is zökkentek ki? Többnyire igen. Igen, a szervezetekkel, valamint a diákokkal és startuperekkel, vagy innovatív innovátorokkal, mondjuk így, ugyanúgy megmaradott a kapcsolat, és valamilyen szinten előnyét tud formálni azt, hogy Z-generációsok vagyunk, hogyha úgy mondhatom, és akkor telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot, e-mailek formájában a hivatalosabb dolgokat, és valamilyen szinten jó volt az, hogy nem a megszokott sémák alapján mentek a dolgok, hanem ténylegesen alkalmazkodnunk kellett a megváltozott körülményekhez. Aha, értem. Jó szó neked, hát a hétköznapjaidban szinte csak fiatalokkal van dolgod, és hogy elképesztően jó belelátás van a mi generációnkban. Te egyetértesz az eddig elmondottakkal? Tehát te hogy jellemezzél neked? Én abszolút egyetértek, én ezt mindig is utáltam, ezek a bezzeg az én korosztályom, meg bezzeg az én időmben, meg az előző generáció. Minden generáció más és más. Amit itt felhoztál, hogy mert a ti generációtok nem élt meg háborút, hásnak a miénk se. Csak mondjuk a délszláv háborúnak a hírei értek el bennünket. Tehát, hogy szerintem ez emiatt minősíteni egy generációt, ez baromság. Mert hogy azt gondolom, hogy igazából pont ez a pandémiás időszak, ami viszont soha senki életében nem volt, aki most él. És az, hogy ennyire nem volt intenzív az élet, és most iszonyatos éles a kontraszt a nagyon intenzív élet és az elvett élet között, amit így megéltünk, hogy én hogy jellemezném a ti generációtokat? Én egyszerűen imádom. Tehát, hogy annyira nyitottak, annyira életre valók, annyira szeretetteljesek, annyira kreatívak, és érzelmesek, elfogadóak, de közben meg határozottak, és hogy ilyen több felé tudtok lenni egyszerre, tudtok egyszerre messengeren beszélni, és játszani, és nem tudom, én meg már az egynél elvesztem a panelt, tehát amikor mondjuk az osztályommal messengeren beszélgettünk, hát én fél perc után megőrültem a 200 üzenettől, és azt látom, hogy ők meg tudták ezt így követni. Szóval én ezt a generációt nagyon szeretem, és nagyon tisztelem, mert hogy nagyon gyors minden, és emiatt nagyon bizonytalan minden, mert amíg nekünk azt mondták, hogy ha te, nem tudom, könyvelő leszel, akkor az 30 évig stabil állásod lesz. Most ezt már nem tudjuk mondani, mert nem tudom, hogy lesz-e könyvelő 5 év múlva. Tehát, hogy egy nagyon nehéz generációról van szó, és ez baromi sokan nem értik meg, hogy ez egy, hogy a tiétek az sokkal-sokkal nehezebb, mint az előttetek lévő generációké, mert hogy nekünk azért még egy kiszámítható jövő volt. Én is most még a 30-on túl azt gondolom, hogy így, hogy ez abszolút ennyi idősen, mint ti vagytok, nekem egy kiszámítható jövő volt. Most már nem, tehát hogy most már tőlem is elvették ezt a dolgot, de nektek meg már kvázi a karrieretek elején sem biztos semmi. Szóval ez egy nagyon nehéz időszak. Szóval respekt mindenkinek, aki most kamasz, és élvezze ki mindenki, mert ez egyszer elmúlik, és a 30x évesen is lehet kamasznak lenni, csak furcsán néznek rád a kamaszok, hogy kell keresel köztük. Ez egy nagyon izgalmas. Egyrészt ugye köszönöm mindannyiunk nevében, és másrészt pedig egy nagyon izgalmas témát hoztál szerintem fel. Ugye valamilyen módon ugye a munkaerőpiac az teljesen kiszámíthatatlanná vált. Ugye betört a mesterséges intelligencia, és Kristóf most itt felét fordulok, hiszen te, hogy te is mondtad, egy elég
aktív vagy ebben a témában, hogyha akár a te innovációdat megnézzük. Ugye valamilyen módon, ugye a fenntarthatóságról nagyon sokat beszélünk, de null pont fenntarthatóság szerintem nem tud létrejönni. Tehát akkor is, hogyha akár egy környezetvédelmi aspektust valamivel javítunk, vagy valakinek megkönnyítjük az életét, ami persze fenntartható, mégis valamilyen konzekvenciája lesz. Tehát valaki akár elveszi az ellását, és hogy most akár egy nagyon... hát banális példát hozzak elő, de mondjuk, és akár nem is egy emberi, de mondjuk a te találmányodon keresztül, Kristóf, akár mondjuk vakvezető kutyák kevésbé lehetnek tulajdonképpen relevánsak, és ez ugye nem vicces, és te is nevetsz, de valamilyen módon ez egy realisztikus jövőkép, tehát ezt te hogyan éled meg, erről mi a véleményed? Én igazság szerint teszteltem úgy a vakokkal, az ő véleményükre hagyva sok esetben egyébként elhagynák a vakvezető kutyát, mert kényelmesebb lehet, vagy praktikusabb lehet mondjuk egy telefonos alkalmazással, vagy egy gyakorlatilag eszközzel élni a mindennapjaikat. Más szempontból viszont nem gondolnám azt, hogy teljes mértékben megszűnnek a vakvezető kutyák állásai, hogyha fogalmazhatok így, mert valakinek az egy biztos társ. Tehát, hogy érzelmi kötődés is van köztem, míg mondjuk egy géppel soha nem lesz ilyen. Aha, értem, amit mondasz. Igen, és hogyha már az elmúlt időszakról beszélgetünk, Blanka hozzád, ez valami módon azért nagyon-nagyon közel lehet, hiszen te magad is kutató vagy, és bármilyen tragikus tulajdonképpen, amit is mondtad, ami most történt, és mindannyiunknak egy, hát valamilyen módon egy negatív hatása volt rá, mégis ez mennyire állította akár reflektorfénybe a kutatókat, és mennyire dobta fel akár az új generáció szemében ezt a világot, hiszen tulajdonképpen ti lettetek a hősök, a megmentők. Látjuk azt, hogyha egy pár nanométeres partikulum megtámadja a világot, akkor a kutatók előtérbe kerülnek, és a világ különböző pontjain egy közös cél érdekében dolgoznak. Ide egy olyan metaforát tudnék hozni, ami azt jellemzi, hogyha például egy csónakban különböző evezők vannak, és egy tempóval eveznek egy közös cél, egy közös vízió felé, akkor minden közelebb jutnak ahhoz a célponthoz és annak az eléréséhez. Tehát itt rendkívül fontos a kollaboráció, hiszen mindenki behozza a saját egyedi és személyre szabott limitált kiadású komponensét. Például itt példaként tudom mondani a COVID időszak során a virtuális kollaborációk úgy is megvalósultak, mint ahogy az idegsejtek összekötetésben állnak egymással, és az információ áramlás is létrejöhetett. Például a közösségnek a tagjai Kanadában 3D mass design fejlesztésén dolgoznak, Izraelből a vírus terjedésének, a pandémia analitikai adatainak elemzésén, vagy globálisan több új molekuláris terápia optimalizálásán. És látjuk azt, hogy ezt globálisan ki kell áramoltatni, és a tudománynak pedig nem szabad határt szabni, hiszen olyan világméretű problémákra reagál, amelyek a mindennapunk szerves részeit érintik. Tehát mindenképpen fontos az, hogy a kutatás előre törjön, mert jelentős hatást és befolyást gyakorol a világunkra. Uh-huh. Alexa, még kicsit visszatérve az előző témára, amiről előbb beszélgettünk, ugye arról dumáltunk, hogy mennyire sok minden átértékelődik, mennyire sok minden megváltozik most a jövőt nézve, és ugye például te ugye 3D nyomtatsz is, és az innovációd része a 3D nyomtatás, és pont meg is akartok mutatni, mert most érkezett meg az, hogyha már ugye én vagyok a sneakeres srác, most érkezett meg a legújabb cipőm, aminek egy 4D nyomtatott talpa van. Tehát szerintem ez egy elképesztően izgalmas dolog, hogy ilyen szempontból merre is működik, vagy merre is halad tovább a világ. Mégis például ez az innováció kérdését szerintem igazán elmossa, hiszen hogyha belegondolunk, ugye, ahogy te is elmondtad különböző interjúban, te is például az első prototípushoz ugyanúgy a terveket online töltötted le, és tulajdonképpen egy ilyen elképesztően zseniális közösségi innováció jön létre, és elmossa kicsit az a határát, hogy most kitalált fel pontosan mit. Ez szerinted milyen hatással lesz ránk a jövőre nézve? Szerinted ez a közösségi innováció, ez valamilyen módon meghatározó lesz a jövőnkben?
Abszolút, ebben biztos vagyok. Most így a koronavírusnál maradva volt egy csoport a Facebookon a 3D nyomtatással a koronavírus ellen. Ott, tehát hogyha van egy közös cél, ami tehát jelen pillanatban az volt, hogy az egészségügyi dolgozóknak juttassunk megfelelő mennyiségű arcpajzsokat, vagy akár ilyen fül-tehermentesítő kis akasztókat a maszkokhoz, akkor itt senkit nem érdekelt az, hogy most ez az én találmányom, menjen ki, nyomtassa ki mindenki, minél többen vagyunk, annál jobb, mert akkor úgy minél több helyre jut el, és egyébként ennek a csoportnak szerintem elérték a céljukat, mert nagyon-nagyon sok egészségügyi intézmény kapott arcpajzsokat, meg ilyen fültehermentesítőket, meg 3D nyomtatott maszkokat, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, de például nagyon-nagyon sok dolog van, ami open source, és ugye én is azzal kezdtem el dolgozni, mivel nem volt időm arra, hogy saját modellt építsek, meg még így középiskolában nem is tudtam annyira modellezni, mint most. Úgyhogy ez egy hatalmas dobást tud tenni egyes embereknek a kutatásában. És ugye ez az open source-nak is a lényege, hogy feltesszük a netre, te tedd hozzá a saját dolgodat, és tegyed jobbá azt, ami fönt van az interneten. Nyilván is megemlítettem mindenhol, hogy ugye ez az alap, ez nem a sajátom, ezt a Thingiverse-ről töltöttem le, de ugye módosítottam rajta, hozzátettem a sajátomat, és akkor egy ilyen keverék jött ki. És ezt egyébként szerintem nem kellettől félni, mert van az, amikor vállalkozóként, vagy csak fejlesztőként azt mondod, hogy most nem a profit a cél, hanem az, hogy például itt a vírusnál marad, vagy minél többen éljük ezt túl, minél több mindenkihez jussanak el ezek a dolgok. Úgyhogy szerintem ebben egy hatalmas potenciál van. És van, amikor le kell küzdenünk az egónkat, és azt mondani, hogy nem érdekel, hogy nem tudják, hogy én voltam mögötte. Ha én tudom, hogy én kezdtem ezt el, az nekem hatalmas és szuper dolog, de igen, tehát nem feltétlenül kell mindenből profitot csinálni, hogyha van egy ilyen tök szuper cél, mint ez, ami volt. Tök jó, amit mondasz, nekem is egy jó barátom, Twin Calendar, egy 13 éves kanadai srác, a Washington Postet és mindenféle nemzetközi újságot bejárt azzal, hogy letöltött egy ilyen tervet az internetről, és otthon volt egy 3D nyomtatója, mert ez a szenvedélye, és különböző adományokat adott, ahogy te is mondtad, kórházaknak is, és egy világszenzáció lett belőle tulajdonképpen. Úgyhogy elképesztően jó sztorit jöttek ebben az elmúlt időszakban létre, nagyon jó összefogások, és szerintem azt is mindannyian észrevettük, hogy mennyire fontos nekünk az offline, és mennyi mindent nem tudunk elhanyagolni az offline világban. És ez is lenne most erre az első beszélgetésre a végszavam és a zárásom. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és hogy beszélgettünk. Jocó, neked is nagyon köszönöm a tanári szemszögödet, nektek pedig, srácok, lányok, a fiatal szemszögöteket. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. A nézőknek pedig azt üzenem, hogy sehova ne menjetek, mert egy nagyon rövid szünetet most tartunk, és utána pedig érkezik a következő kerekasztal, ahol a vendégeim Vitális Iván, az Iván and the Parasol frontembere lesz, mellette Szentlei Nagy Olivér, a Banding alapítója, Banding startup alapítója, és valósára Photon startup alapítója, és elképesztően izgalmas témákat fogunk érinteni, úgyhogy ne menjetek sehova, mi is mindjárt visszatérünk. Addig is sziasztok! Sziasztok! Yes, but... Sziasztok! Újra üdvözlök minden kedves nézőt, itt visszatért, ez itt a Magic Jamboree, és leginkább még a vendégeimet köszöntöm, szerintem velem először is. Valom Sári, Photon Startup alapítója, itt van Szentei Nagy Olivér, a Banding alapítója, és velünk van Vitális Iván, az Iván and the Parasol frontembere, úgyhogy először is köszöntelek titeket, hát elképesztően örülök, hogy most beszélgethetünk, és legelőször azt is kérdezném tőletek, hogy ti ezt az időszakot hogyan is éltétek meg, milyen hatással volt ez rátok, mindannyian látszólag egy kicsikét más közegből érkeztek, de az összekötetés pedig annál érdekesebb. Sári, neked milyen volt ez az elmúlt pár hónap? Sziasztok! Hát volt sok jó is, sok rossz is, szóval nyilván egy olyan szituációba kerültünk, ami
nem egy hétköznapi történet. Egy szinten így, nyilván így azt, hogy így össze vagyunk zárva, hogy most én otthon lakok a családommal, egy újfajta formát kellett így megtanulnunk, hogy milyen akkor 0-24, nem csak napokon át, hanem heteken át együtt vagyunk. De nyilván igazából azzal, hogy így igazából így teljesen így itthon maradtunk, egyfajta ilyen picit ilyen belassult életmód jött létre, ami idő alatt így lehetett picit így olyan dolgokon gondolkodni, ami így a ide-oda utazgatásba, rohanásba így nem jut időnk, úgyhogy igazából alapvetően én próbáltam ezt úgy felfogni, hogy így a krízis helyzetben inkább a lehetőségekre fókuszálni, és ez a plusz idő, ami jutott, meg ez az újfajta szemléletmód, azt így próbáltam valahol megragadni, és jóra fordítani. Szuper. Oliver, mik voltak a tapasztalataid? Nekem azt hiszem, hogy szerencsém volt egy kicsit, mert a március 16-án elkezdtem költözni, és az első 2-3 hét mondjuk azzal telt, hogy így beköltözzünk, meg beköltözzek, és az eléggé lefoglalt, hál' Istennek. Egyébként utána meg egyre rosszabbul viseltem a bezártságot. Volt, amikor tudtam jól érezni magamat, de volt, amikor nagyon, nagyon hisztisztem, hogy nem mertek sehová. Nem tudom, igazából tényleg ilyen nagy hullámzó volt az egész. Az tök jó volt, hogy tök sokat tudtam zenélni itthon, úgyhogy így elteltem, nagyon vártam a végét igazából. Ivel nektek pedig végképp hát teljesen felforgatta azért az életeteket, hiszen online felépés, vagy offline felépésekre, mert ugye már nem volt lehetőség, és ez valamilyen módon azért a zeneipar jövőjét is egy kicsikét megváltoztatta. Neked mégis milyen volt az időszak? Szerintem így a magyar könnyűzenének meg a zeneiparnak nem rakott ez sokkal nagyobb kérdőjelet a végére, mint ami amúgy is konstans ott van. Tehát, hogy elnevetted magad. Nem gondolom azt, hogy egy olyan erős és olyan iparágról beszélnénk, ami nem küzdött volna amúgy is gyakorlatilag szinte megoldhatatlan problémákkal sokszor. De én örülök annak, hogy most úgy tűnik, hogy ez egy picit így oldódik. Én azon rögtem, hogy mondjuk nagymamám, aki még úgy nőtt fel, hogy mit tudom én, jó, nem 20 meg 25 évesen, de 10 akárhány évesen a háborúban óvóhely meg hasonlók, és ő mondta rögtön, hogy ez a gáz, tehát ezen paráztok, hogy egy kicsit otthon kell maradni, szóval mindig van rosszabb azért, de való igaz, hogy nekünk például azon a napon konkrétan lett volna koncertünk, ugye, amikor bevezették ezt az egész rendeletet, meg a kiárási tilalmat, meg stb. Úgyhogy mi onnantól kezdve folyamatosan minden héten egy minimum egy-két külföldit is, meg itthoni bulikat is buktunk, amiben tényleg a szomorú az annyi volt, hogy nekünk most ebben az évben volt először jó pár olyan nagyobb külföldi fesztiválos fellépés lekötve, amiket azért jó lett volna megcsinálni, de én most úgy látom, hogy eléggé jó fejek így a bookerek is, és ugyanazt a line-upot viszik a következő évre, úgyhogy még minket nem rúgtak ki ezekről a helyekről. Értem. Sári, ugye a Foton tulajdonképpen hát elképesztő mennyiségű fotóst és videóst köt tulajdonképpen össze. Nektek mennyire volt nehéz online fenntartani azt, ami előtte akár offline meg volt? Mekkora hiányérzet volt akár? Igen, szóval, hogy így a Fotonnál fotósokat és videósokat kötünk össze céges ügyfelekkel, és ugye mi nagyra akarunk törni, szóval, hogy nem egy kis ügynökségi formában gondolkodunk, hanem egy olyan platformá akarunk válni, hogyha azt mondjuk, hogy fotózás és videózás, akkor ez jusson összükbe. Emiatt van igazából egy eléggé nagy networkünk, akiket így mi menedzselünk, egy 80 fős fotós-videós bázis, és nyilván így a koronavírus előtt azért mi aktívan csináltunk ilyen közösségi eseményeket, ahol tudtunk velük személyesen is találkozni, de emellett nyilván még abban az időszakban is inkább az online kapcsolattartás volt az erősebb, mert a freelanceri lét rendkívül kaotikus tud lenni, úgyhogy nem egy könnyű dolog így összeszervezni őket, hogy így találkozzunk velük, úgyhogy ilyen szempontból talán nagy nehézségek nem voltak, úgyhogy inkább az online kommunikációnkat próbáltuk erősíteni. Ami nyilván nagyobb kihívás volt, hogy így ebben az időszakban a leginkább a fotósok egy eléggé kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, főleg azok, akik rendezvényfotózással foglalkoznak, mert gyakorlatilag nekik nullázódott így teljesen az árbevételük, és
és ebben próbáltuk őket segíteni, hogy egy pici átorientálódással hogyan tudnak ugyanúgy a kreatív szakmán belül munkát vállalni. Tehát Cseri, ugye te fotósokat kötsz össze, Oliver, te pedig zenészeket. Kicsit tudsz arról mesélni, hogy mire is épül a bending, és hogy hogyan is működtek? Igen, a bending egyébként egy nagyon régi ilyen zeneipari taktikára vagy technikára épít, ez pedig az úgynevezett cserekoncertek. Mi azt csináljuk, illetve hát a koronavírus előtt azt csináltuk, hogy hasonló méretű, hasonló zenét játszó zenekarokat kötünk össze nemzetközi szinten, azért, hogy ők cserekoncerteket szervezzenek egymással, és hogy ezáltal ki tudják aknázni a partnerzenekar rajongói táborában lévő potenciálokat, tehát hogy tudják bővíteni a saját rajongó táborukat ilyen cserekoncerten keresztül. Aha. Iván, ti már egy hát nagyon hosszú utat bejártatok az Iván and the Parazollal. Hogyan lehet szerinted leginkább a mai hát digitális lehetőségekkel rendelkezésre álló világban akár egy zenekart és egy közösséget köré teljesen nulláról felépíteni akár? Hát nehezen. Nem, mert csak az előző témához csak egy picit visszakapcsolódva, hogy ugye itt azért főleg zenekaroknál szerintem ez két összetevős, mert hogy az, amikor te zenét hallgatsz otthon, és pont itt előtte még azt a nézők nem látták, hogy mutogattuk egymásnak a jó kis Jack White lemezeket, az már maga a karantén, hogy te oda bezárod magadat, és hallgatod a zenét, és egyedül, és azt az élményt, amit megkapsz ettől, és bakeliten, és stb. Ez az egyik része, de hogy maga a koncert, én azt éreztem meg ebben az egész időszakban, nekem az volt a tapasztalatom, hogy akármennyire mi is csináltunk szerintem tök jó ötletes dolgokat, akár másokkal együttműködésben, vagy akár csak magunk miatt, de hát ez abszolút nem az. Szóval hogy az ember az azért megy el egy koncertre, hogy ott lehessen, ott állhasson, lássa, hallja azt az erősítőt, ott álljon az az ember, ráemeljen a sör, jól érezze magát, berúgjon, vagy ne rúgjon be, vagy csak hallgassa a zenét, ez utánozhatatlan, szóval ezt semmivel nem tudod visszaadni, lehet, hogy lesz majd egy ilyen 3D modellezett környezet 10 év múlva, amiben elmehetsz te például egy Beatles koncertre, és én is megyek veled, és a Yellow Submarine megnézése előtt még lehet, hogy egy LSD tripre is lesz lehetőségünk, de az is lehet, hogy nem, és az a lényeg, hogy el tudnám azt képzelni tényleg, hogy az lesz a jövő, hogy az lesz a flash, hogy azt mondják, hogy gyerekek, hát Rolling Stones 71, és most meg tudod úgy nézni, hogy ott vagy. De szerintem akkor se lesz az az élmény, tehát hogy teljesen más ez a két vonulat. Szóval mi, amikkel próbálkoztunk, az igazából nekünk annyiban volt idézőben szerencsés ez az időszak, hogy mi amúgy is lemezt írunk, és így a dalszerzésnek így a közepébe vágott bele ez az egész. Az meg egy sokkal magányosabb, visszavonulósabb, gondolkodós, egymásnak küldözgetős, és max. 1-2-3 ember összeül, és akkor csináljuk. Tehát azon a szinten nekünk ez működött. A közönséggel való kapcsolat meg ugye megállt ezeknél az ilyen online, mit tudom én, amikor a Ludwig Múzeumnak csináltunk egy ilyen tök jó kis műsort, ilyen röviden duóba Mátéval, vagy de volt olyan, hogy egész zenekaros ilyen online cuccokat csináltunk. A kérdésedre meg válaszol, hogy milyen nehéz most felépíteni egy zenekart, meg így elindulni. Én azt érzem, hogy bizonyos média hátszél még mindig kikerülhetetlen ahhoz, hogy te eljuthass. Tehát, hogy különbséget kell tenni azok között az emberek között, aki valahonnan hallja, és utána megveszi a lemezedet, és hajlandó elmenni a koncertedre, és mondjuk adott esetben akár rajong is a zenekarért, mint az, aki poénból valahonnan, nem tudom, YouTube-ról hallotta, és akkor így humorból a házi bulikba beteszi. Tehát, hogy én valahogy úgy éreztem, hogy nekünk még mindig a saját karrierünknek az elején nagyon-nagyon sokat számított az, hogy nagyobb rádiókban, bocsánat, benne volt tehát, hogy benne volt rádiókban a zenénk. Uh-huh. És ugye azt mondtad, hogy azért utánozhatatlan elmenni egy koncertre, és ott lenni offline, és átélni, de mégis volt most akár bármi olyan élmény, amiből azt tudtad kivenni, hogy megismertél ebben az időszakban valami olyat, amit akár hosszú távon még fel lehet használni, hogyha úgymond visszaállnak a klasszikus hétköznapjaink?
Abszolút, csak mondjuk nekem ez inkább így a filmek kapcsán volt. Tehát, hogy mondjuk mondok egy nagyon radikálisan fura dolgot, hogy például mindenki nagyon sokat beszél a Tar Bélának a filmjeiről, de soha senki nem nézi meg, mert vagy nincs rá időd, vagy nincs rá érkezésed. Ezek tényleg zseniális filmek, amiket külföldön is iszonyat nagyra tartanak, és tényleg egy saját olyan nyelvet alakított ki a filmjeink keresztül, ami addig nem is volt. És akkor például a Sátán Tangó, az egy 8 órás film, és akkor arra most volt idő azt végignézni, tudod. Szóval, hogy szerintem ilyen szempontból jó, hogy azért tényleg leülni, elolvasni egy könyvet, vagy végignézni egy ilyen nagyon hosszú filmet, vagy egy lemezt akár az elejétől a végéig végighallgatni, azt lehet, hogy ugye mindennapok darálásában nem tesszük meg mindig. Így meg nem lehetett azt mondani, hogy most sincs rá időm, hát de volt rá időm. Akkor kicsit vissza tudtál térni a klasszikusokhoz, hogy jól értem. Igen. Olivier, ti ugye azért hát megpróbáltatok, és szerintem azért sikerrel is jártatok egy opciót adni ebben az időszakban az előadóknak, és egy elképesztően profi, példátlan platformot létrehozni arra, hogy online is lehessen koncerteket tartani, ugye? Igen, egyébként készült egy olyan platform, aminek az a neve, hogy Dalok Bentre, amit a Sáriékkal együtt csináltunk, a Sári hívott fel ezzel az ötlettel, amit mindjárt elmesélek. Amit még el akarok előtte mesélni, az, hogy a bandinggel mi hogyan reagáltunk a vírusra. Amikor, nem tudom, leszerveztünk egy csomó koncertet a tavalyi évben, meg ennek az évnek az elején, és egy csomó előadótól azt a visszajelzést kaptuk, hogy tök jó lenne, hogyha ők közösen tudnának dalokat is írni, hogy azzal már előre mondjuk leteszteljék az adott zenei marketet, és egy ilyen koncert előpromónak az tök jól tud működni, úgyhogy arra ráálltunk, hogy ugyanúgy összekötöttünk zenekarokat, vagy előadókat, vagy szerzőket, és akkor ők közösen írtak dalokat, az első egyébként az most jött ki pénteken, és akkor a többi az még készül, vagy hogy az most kaptunk egy következő pár demót. A másik pedig, igen, a Dalok Bentre, ami Sáriéknak az ötletéből indult el, az pedig az volt, hogy csináljunk egy olyan platformot, ahol gyakorlatilag egy vásárló legyen, az egy magánszemély, egy baráti társaság, vagy adott esetben egy cég, ilyen csapatépítő jelleggel tud vásárolni online streamelt koncerteket. Aha. Zseniális. Sári, nektek ez mennyire volt rendhagyó lépés, hogy itt egy ilyen másik világban, másik kultúrában, vagy hát ugye annyira azért nem másik, hiszen azért a fotós szakma az most már egy elmaradhatatlan része ugye az eseményeknek, a koncerteknek, de azért mégis kicsit kiléptetek azért a komfortzónátokból talán. Ez mennyire volt egy rendhagyó döntés? Hát mindenképpen rendhagyó volt. Amit így az elején mondtam, hogy így a próbáltunk így ebben az időszakban nyitott szemmel járni. Egyrészt nyitott szemmel így a alapszolgáltatásaink tekintetében, szóval, hogy itt a korona kapcsán nálunk, ugye, amit mondtam, a fotós megrendelések azok gyakorlatilag megszűntek, de viszont például az online események megjelentek, mint egy új igény, olyan mennyiségben, ami előtte elképzelhetetlen volt. Úgyhogy mint a mai eseményt is ilyen eseményekkel foglalkoztunk nagyrészt. De emellett igazából, amiatt, hogy így picivel több időnk volt így gondolkodni, ötletelni, így picit így jobban szabadjára engedtük így a gondolatainkat, és igazából pont egy ilyen ügyféllel való beszélgetés során jött elő ez, mint igény, hogy náluk ugye az, hogy online, mert hogy mindenki karanténban volt, attól még a csapatnak épülnie kell ebben az időszakban is. Szóval, hogy az, hogy amikor otthon vannak az emberek, akkor ez egy baromi nagy kihívás, hogy kitalált, hogy hogyan tartod össze ezt a közösséget, amit addig így olyan nagy erőkkel építettél, és igazából nyilván a zene az egy olyan történet, ami eléggé összekapcsolja az embereket. És ők mesélték nekem, hogy ők egy ilyen hasonló
ilyen eseményt csináltak így maguknak, ahol egy zenész zenélt nekik így Zoom-on keresztül, amit nagyon élveztek, csak nyilván, amikor nincsen profin behangosítva, akkor nem minden úgy tud átjönni, ahogy szeretné az ember. És igazából ebből a beszélgetésből alakult ki ez a koncepció, hogy ugye mi, amivel foglalkozunk a videózás, ott ugye tudunk így jó technikai feltételeket előkészíteni, és akkor így eszembe jutott Oliver, hogy ők meg baromi nagy networkkel rendelkeznek így a zenei szakmán belül, és igazából így megcsinált a fejem, hogy milyen jó lenne, ha valamit tudnánk közösen csinálni. Úgyhogy igazából így alakult ki, és teljesen out of the context volt. Aha. Olivier, ugye, hogyha már most a networkről beszélünk, te magad is ugye a Papa Bear Cousins-nak a zenekarnak, Google-nak a tagja vagy. Neked személyesen a banding még mit adott? Egyrészt ugye, mint alapító, másrészt pedig, mint akár maga felhasználó is. Az alapötlete a bandingnek, az pont az én ilyen nemzetközi koncertjeim tapasztalatából született meg, abból, hogy az egy dolog, hogy az ember itthon tud valamekkora közönséget megszólítani, és legyen az egy 100 fős, vagy 1000 fős stabil élő közönség, amíg, nem tudom, hogyha elmész Csehországba, vagy Lengyelországba, vagy teljesen mindegy, hogy hova, akkor azokat a potenciális nem tudom, hallgatókat egyszerűen nem tudod elérni, és nem tudod elhívni, nem jönnek el a koncertjeidre, és ez nyilván egy ilyen tök rossz érzés, vagy akkor megkérdőjelezed azt, hogy ez miért van így, nyilván nem lesz rosszabb a zenéd azzal, hogy átlépsz a határon, és igazából ez volt az első ilyen löket, hogy amellett, hogy én ezt tapasztaltam, azt láttam, hogy egy csomó másik zenekar is nagyon-nagyon küszköd azzal, hogy beindítsa a nemzetközi karrierjét, amellett, hogy nagyon sok pénzt meg energiát beleölnek, egy csomószor mégis sikertelen a dolog. Uh-huh. Iván, rólatok tudni lehet, hogy az Iván a Parazolra, mint szinte mint egy startupként is tekintetek egy nemzetközi szempontból is. Hogy áll nektek jelenleg ez a projekt? Mik most a következő célok? Ez amúgy szerintem nagyon erősen kapcsolódik ez a banding témához, amit az Oliver is elemzett, és ezt mondjuk mi is nagyon üdvözöltük ezt az ötletet, mert én is azt gondolom, hogy amúgy az igazi kulcsa a külföldi befutásnak az ilyen kapcsolatoknak az építése. Tehát, hogy mit tudom én, az, hogy mi a Rival Sons-zal tudtunk nagyon sok helyen így Európa szerte együtt játszani, az tényleg azt jelentette, hogy ott láttak ezren Prágába, és akkor utána már nem csak 50-en voltak, hanem 150-en a koncertjeinken. És akkor mi most, ha elmegyünk Prágába, akkor 150-200 ember ott van. Ami szerintem egy tök nagy szó, és ugyanez igaz Amsterdamra vagy Franciaországra, ahol meg egy ottani zenekarokkal szoktunk nyomulni. Csak ugye marra nehéz ezt kiszűrni, mert az adott piacnak a működését, mire megismered, már megöregettél, meghaltál, vége van. Tehát, hogy igazából nagyon nehéz innen olyan helyekkel jelen lenni, ahol nem élsz ott. Ugye ezért is próbálkozott nagyon sok zenekar azzal, többen is, hogy kiköltöznek, akár Amerikába, hogy a Moognak volt egy komolyabb karrierje ott, és tényleg a B-52-val turnéztak, vészhelyzetben volt talán a zenéjük. Tehát, hogy ilyen nagyon nagy dolgok történtek, de egyszerűen nem lehetett fenntartani ezt az állapotot. Szóval nekünk ez nem volt sosem egy ilyen téma, hogy mi kiköltözünk, és akkor ott legyünk, és ott irányítsuk a dolgainkat, hanem inkább ez, hogy hogyan tudjuk megfelelő ilyen gatekeeperekkel innen játszani a saktáblán valahogyan. És bizonyos országokban ez nagyon jól működik. De vannak olyan piacok, ahol meg marha nehéz, és én azt érzem, és azt is érezzük mi is, hogy valahogy itt azt kéne megfordítani, hogy ugye szerintem Magyarországon állandóan egy óriási kérdés, hogy a kultúrában az állam milyen szerepet vállal, ki mennyi pénzt honnan kap, miért kapta, ki kinek a haverja, ki nem az. Ez ugye más országokban annyiban máshogy van, vagy annyiban más a közhangulat ezzel kapcsolatban, hogy ott ugye alapvetőnek veszik azt, hogy a kultúrának vannak bizonyos ágai, meg vannak olyan képviselői, akiknek a művészetéhez bizonyos fajta állami hozzájárulás kell ahhoz, hogy tudjon érvényesülni, legyen próbatáron, vagy mit tudom én. Tehát arról beszélünk, hogy mondjuk Dániában te egy
feltörekvő zenekar vagy, akkor kapsz az államtól próbatermet és zenész, akkor az állam tudja, hogy ha te befutsz, akkor utána szépen az áfába fizeted vissza azt a nagyon sok pénzt, amit amúgy adtak, és ez nem sok, mert hogy mondjuk alkotóházakat használsz. Szóval ez az egyik része, de mi úgy vagyunk ezzel, hogy nem gondolom azt, és nem azt akarom ezzel kifejezni, hogy hát, hogy milyen rossz a helyzet, mert hogy itt az államnak kéne mindent fizetnie, de hogy is. Én pont abba fordítanám ezt meg, hogy valahogy inkább a kockázati tőke meg a befektetők felé kéne ezt az egészet úgy elvinni, ami már mondjuk a divat szakmában egészen jól működik. Tehát, hogyha mondjuk a Nanuskát nézzük, egy abszolút felívelő karrierben lévő magyar tervezői márka, ami ugye kapott kockázati tőkebefektetést talán kétszer is, ezt nem tudom pontosan, és gyakorlatilag fel tudtak építeni egy olyan brandet, ami most már úgy lehet mondani, hogy úgy világszerte kezd ismert lenni. Most azt én nem tudom, mert nem követem annyira, hogy annak a márkának a hogy ezt ha megmérik, akkor az mennyit ér, meg ilyenek, ebben most nem menjünk bele. Csak azért, hogy az látszik, hogy amikor ilyen vállalatok, meg nagyobb tőkések azt mondják, hogy valami jó ötlet mellé odállnak, ahogy a startupoknál is, akkor abból lesz valami nagyon jó. Na most ugyanezt történik a zenekarokkal, egy különbséggel, hogy az a pár fennmaradt, most azért mondom, hogy pár, mert ugye 30-40 évvel ezelőtt sokkal nagyobb és nagyobb hatalmú kiadók voltak, most már tényleg a nagyon nagyok vannak, akiknek óriási hatalma van, azok ugyanezt csinálják, hogy azt mondják, hogy na, itt van Dua Lipa, tegyünk bele ennyit, és ennyi fog visszajönni, és tényleg vissza is jön. Csak ezt te Magyarországról én azt gondolom, hogy nem tudod megcsinálni, mert azt látjuk, hogy az ország gyakorlatilag rengeteg iszonyatosan tehetséges zenésszel, hangszeressel, énekessel, zenekarral rendelkezik. Az áttöréshez kellő lépéseket is már úgy kezdjük szagolgatni, hogy mire lenne szükség, akár ilyen oldalról, hogy cserekoncertek, akár olyan oldalról, hogy milyen producerrel és hol dolgozzál, de nem tudjuk összerakni a képletet azért, mert gyakorlatilag pénz az nincs rá. Tehát itt ez a baj, hogyha van egy fiatal zenekar, és azt mondja, hogy na, fölmegyek a bandingre, most bocs, hogyha rosszul van, nem tudom pontosan a feltételeket, hogy ki mit fizet, és ez hogy van, de ez biztosan ki van találva valami csereakcióba, de ezt majd elmondod. De az olyan, hogy amikor azzal szembesültünk mi is, hogy jó, akkor Rival Sons turné, nekik semmit nem kell fizetned, meg kapsz koncertenként, nem tudom, 100 eurót, de vidd körbe Európa szerte a cuccodat, meg foglalj szállást, meg utaz, meg repülj oda, hova kell, és akkor azzal szembesül a fiatal induló zenekar, hogy akkor most 3 misitre kéne rakni az asztalra, és nagyon-nagyon sok olyan zenekar van az elmúlt 15 évből, és akikről tudom azt, hogy ilyen lehetőségük volt, és egyszerűen azt kell mondaniuk, hogy bocsi, nem tudjuk megcsinálni. Uh-huh. És ebből nagyon sok van itthon, sajnos. De különben, hogyha mondtad ugye, hogy mennyire sok tehetség van itthon, szerinted most így a külvilághoz mérve, és a körülöttünk lévő országokhoz mérve, mennyire tehetséges a magyar zenei világ? Akár az a réteg, amit nem is ismerünk úgy a mainstreamben. Ja, nekem veszőparipám a 60-as évektől kezdődő magyar ilyen beat és rock zene is, és ha csak onnantól kezdve elkezded nézni, hogy mik születtek itt az országban, akkor tényleg így az ember így felteszi a kezét, és így megkérdezi, hogy bocsánat, ezek miért nem lettek világsztárok? Tehát az, hogy a Demiér nem ide születik, és bárhol ő lenne a nem tudom kicsoda, vagy ugyanez igaz a Loksira, Illésre, Siriusra lehetne sorolni, csak ez megint tudod, megmarad egy ilyen mi lett volna, ha szinten. Tehát szerintem nem a nyersanyaggal van a baj, hanem valami olyan formába öntés hiányzik, ami mondjuk én már úgy érzem, hogy a filmeknél elindult. Tehát, hogy amióta a film alap elkezdett így komolyabban szervezkedni, rendezkedni, több pénzt rakni bele, kapcsolatokat, Vajna, stb. Ez a könnyűzenénél nagyon nehéz. Hangfoglaló program szintjén ez megvan, és elindult valami, és most például már legalább van az évek óta, hogy induló zenekaros pályázat, és hogyha elkezded csinálni, akkor kapsz lemezre pénzt meg klipre, és ezt egy hosszú kiválasztási folyamatban évi, azt hiszem, 20 zenekar. Ezek marha jó dolgok, de ugye arra a szintre még nem jutottunk el, hogy kiszámoljuk azt, hogy jó, na ennek a pénznek kell mondjuk a 20-szoros ahhoz, hogy olyasmit csináljunk, amit itt most kérdezel. De ugye ilyen helyzetekben aztán pedig a kollaboratív gondolkodás az egyre inkább
előtérbe kerül, és itt most újra Oliver felé fordulnék, hiszen ugye a ti startupotoknál az szerintem nagyon izgalmas, hogy egyrészt maga az is innováció, hogy létrejött egy platform, hogy maga a technológiai rész, de ha jól értem, akkor azért maga az ötlet, maga ez a teljes kollaboratív gondolkodásmód, hogy ezt a klasszikus booking rendszer tulajdonképpen felforgatjátok, és előadó kapcsolódik az előadóhoz, mert maga ez is egy innováció. Ez igazából, nem tudom most pontosan mi a kérdés, de hogy megpróbálok reagálni. Aha. Hát maga az, hogy szerinted nálatok az innováció az leginkább a technológiai részben fekszik, vagy pedig a hátsó szándékban, az ötletben? Szerintem az innováció az leginkább annak a felismerése, hogy azok a zenekarok, akik egyébként mondjuk nem rendelkeznek azzal a tőkével, vagy azzal az infrastruktúrával, ami szükséges ahhoz, hogy nemzetközi karriert egyáltalán el tudjanak indítani, ők fel tudják használni a saját kicsi, itthoni hatalmukat, vagy kapcsolati tőkéjüket, meg rajongó bázisukat arra, hogy ezt átforgassák egy nemzetközi dolognak a beindításába. Szerintem, hogyha van innováció része ennek, akkor az leginkább ez. Értem. Egyébként egy kicsit visszakapcsolódnék ahhoz, amiről az Iván beszélt, hogy szerintem például az nagyon nagy baj, hogy Magyarországon a kőbányai zenei stúdión kívül nem lehet, vagy nem, én nem tudok róla legalábbis, nem lehet könnyű zenét tanulni mondjuk egyetemi szinten, amíg ez egész Európában, meg az egész világon tökre jelen van. Tehát, hogy ez, azt nem értem, hogy ez miért nincs arra lehetőség, hogy valaki elmenjen és előadó művészetet tanulja mondjuk egy egyetemen, mikor egyébként vannak tök jó. Hát erre tudod a választ, bocsánat, hogy belevágok. Mondd ki a választ. Hát erre az a válasz, amikor azt mondják, hogy hát a koncert az előadó, vagy hát az nem munka, mennyi lepéknek. Tehát, hogy itt az a baj, hogy amikor például most voltak ezek a, most nem akarom tényleg részletezni, de volt az a pár ilyen botrányosabb dolog, ami volt az elmúlt időszakban a zeneiparral kapcsolatban, most tényleg nem részletezve. Amikor én ezeket meséltem a holland menedzserünknek, és így mondtam, hogy hát, hogy megsegíteni itt a saját jogvédő irodája a rászoruló zenészeket, akkor erre annyit mondott, hogy még jó, és az állam még mennyit adott ehhez. Tudod, tehát, hogy itt az a baj, hogy itt ugye ember embernek farkasa farkasnak embere, és nincsenek ezek a pozíciók letisztázva, tehát hogy igazából az a zenész is ugyanannyit dolgozik azzal a dologgal, amit csinál, és ugyanúgy tekinthet rá startupként mondjuk az egész zenekarára, tehát hogy úgy az innovációt, az ötleteket, ahogy csinál ilyen külföldi csereakciókat, meg mindent, tehát ugyanúgy dolgozik vele, tehát itt nagyon sokan sajnos szerintem azt hiszik, hogy mi délig alszunk, és akkor utána 6 órát iszunk, aztán utána még 2 nőzünk, és aztán megint alszunk. Tehát, hogy talán ezért van az, amit hiányolsz, hogy hát akkor ilyeneket minek oktassunk, tudod? Tehát, hogy legyen ilyen iskola, ahol isznak, meg alszanak. Hát mindenképp izgalmas felvetések, de most egy kicsit... Legyen. Tessék? Semmi. Tehát kicsikét elmennék újra a közösségépítés irányába. Szerintem mindannyian láttuk, vagy legalábbis a nagyon nagy része a világnak értesült most ugye a teljesen világsikert arató Netflix sorozatról, Michael Jordan utolsó szezonjáról, a Chicago Bulls-nál, a Last Dance-ről, ugye, és ott nagyon sok betekintést nyerhettünk tulajdonképpen egy olyan hát sport szemszögből, de egy olyan vezérnek a gondolkodás módjába, amit eddig nem láthattunk. Oliver, szerinted ez mennyi mindent lehet tanulni akár egy Jordan fajta személyiségtől, hogyha közösségépítésről beszélünk? Nekem azért volt egy tök érdekes dolog amellett, hogy nem tudom, kicsi koromban iszonyatos sok kosaras kártyát gyűjtöttem, és azokat csereberéltem az utcán. Mert eszembe jutott a Barabási Albert Lászlónak a könyve, a Képlet című,
ami a sikerről szól, és szerintem az tök érdekes volt a Jordan dokumentumfilm sorozatban, hogy ő azért oké, hogy jobb volt, mint az összes többi kortársa, de hogy csak hajszállal volt jobb, vagy lehet, hogy nem is volt jobb. És hogy azokat a sikereket, amiket ő elért, azokat egy csomó mindenki, azt mondom, hogy csomó mindenki, de azért elég sokan elérték ott körülötte, a Magic Johnson is hasonló sikereket ért el, vagy a Larry Bird is, és hogy ezek az emberek mégis csak szuper kosarasok maradtak, és az, ahogyan a Jordan ki tudott lépni a sport sikereknek a viszonylag szűk köréből, és gyakorlatilag egy ilyen popkulturális ikonná vált, ezzel így teljesen elemelte magát gyakorlatilag, és összehasonlítatlan az ő sikere a többiek sikerével, mert az már nem csak egy sport siker. Tehát tulajdonképpen szintet tudott lépni, vagy ahogy ugye igen, a Nike... Igen, nyilván az, hogy tudott egy olyan brandet építeni magából, hogy a kortársai olyan cipőt hordtak, amin ő volt rajta. Tehát, hogy azért ez elég sok mindent elmond szerintem. Értem, ugye például a Nike-nek is volt egy izgalmas kampány, ott pont nem Jordan volt a fókuszban, de például a LeBron James-ről mondták azt, hogy ne te legyél a világ legjobb kosarasa, hanem legyél nagyobb, mint a kosárlabda, és ez szerintem Jordanra ugyanúgy áthelyezhető, és áthelyezhető, ahogy te is mondod. Na, Sári, beszéljünk szintén kicsit az elmúlt időszakról. Nektek a fotónál milyen olyan dolgok, vagy milyen olyan innovációk jutottak akár eszetekbe, vagy hosszú távon gondolkodva, milyen olyan dolgok kerültek képbe, amik eddig nem voltak ott, és amik most egy új szemszögből ott tudnak lenni? Nekünk igazából kettő nagy változás jött. Az egyik, amit így az elején is említettem, az, hogy így szolgáltatások tekintetében át kellett pozícionálnunk magunkat. Ebben az időszakban leginkább ezekkel az online rendezvények technikai lebonyolításával foglalkoztunk, és emellett, ami szerintem baromi érdekes volt ebben az időszakban, hogy azzal, hogy mindenki otthon volt, ilyen utómunkálati szempontból, gyakorlatilag mindegyé vált az, hogy mondjuk mi, mint beszállító az ügyféltől 10 kilométerre vagyunk, vagy 1000 kilométerre, mert ugyanúgy a kommunikációt online oldjuk meg, és nálunk ez egy olyan változást hozott, hogy nekünk ebben az időszakban lettek meg az első külföldi ügyfeleink teljesen random módon, amire ugye nem számítottunk, mert eddig volt egy zárkózottság így az ügyfelek oldaláról, hogy azért mindenki szeret személyesen találkozni a másikkal, és amit amúgy egy telefonhívásról meg lehetne beszélni 10 perc alatt, azt egy óra alatt egy meetingen szoktuk. Úgyhogy ebben a kontextusban nagyon sokat változott például az ügyfeleknek a mindsete. Úgyhogy nekünk igazából ezt hozta el az egész, hogy picit így korlátok nélkül gondolkodhattunk, és hogy rájöttünk arra, hogy nem, hogy úgymond egy ilyen soft lunch-sal el lehet kezdeni így ismerkedni külföldi piacokkal, gyakorlatilag így ilyen plusz költség nélkül, mert ott is egy gyakorlatilag, ami itthon is nekünk egy nagyon fontos, ez az organikus szájról szájra terjed a hírünk, és igazából itt is indult ez, hogy hogyan tudunk így magyar munkaerőt a külföldre kiközvetíteni, ami mindenkinek jó, nekik is olcsóbb munkaerő, nekünk is a nagyobb büdzséértékű projektek. Aha. Úgyis már olyan sokat beszélgettünk most a külföldről és a nemzetközi piacról nektek, akkor ez most mennyire van a hosszú távú céljaitok között? Hát nekünk úgy most így organikusan így terjedünk, így igazából Németországban és Angliában. Ezek ugye még nem a tudatos stratégia része, de hogy az nálunk is ugye befektetéstől függő történet, hogy egy hivatalos piacra lépés mikor tud megtörténni, úgyhogy nekünk így remélhetőleg ilyen 1-2 éven belül egy német piac az a realitás lesz.
És utána hol van a határ, vagy a határ a csillagos? Reméljük, a csillagos ég a határ. De igen, szóval ugye a közép-kelet-európai régióban gondolkodunk elsősorban, és plusz néhány nyugati ország, de még mondjuk egy ázsiai iránytól sem zárkozzunk el, most annak a piackutatása ugye most kezdődött el, hogy felmérjük, hogy ott hogyan áll amúgy ez a kreatív piac. Úgyhogy ez amúgy egy tök érdekes téma, mert mindenki Európában gondolkodik, mert nyilván itt megvan a kulturális egység, de hogy egy érdekes téma azért minden lehetőséget felmérni, és utána egy tudatos döntést hozni erről. Ugye sokat beszélgettünk most már az innovációról is, az InnoGen fő témája és az innováció tulajdonképpen. Iván, arra lennék nagyon kíváncsi, hogy hogyan lehet szerinted a zenei világban innovációt létrehozni, főleg akár olyan műfajokban, amik múlt évtizedekre alapulnak. Tehát hogyan lehet a klasszikusból valami teljesen újat formálni? Jó dalt kell érni. És a művészetnek mindig az üzenetnek az igazsága, meg az a hogyan átadod, az lesz benne az innováció. Szóval, hogy én inkább tényleg csak én efelől tudom megközelíteni, mert ugye az való igaz, hogy nagyon-nagyon sok minden már megtörtént, nagyon-nagyon sok minden volt már nem tudod azt mondani, hogy na, ezt a három akkordot lefogom egymás után, és akkor ez biztos, hogy valamibe egyszer már így volt, ez tény. Viszont amilyen szöveget te írsz mellé, meg ahogy te énekeled, meg ahogy te adod elő, meg amilyen, ahogy kinézel, meg amilyen a zenekarod, meg ahogy szóltok, az már egy olyan szintű kombinációs halmaz, hogy szerintem abból azért még nagyon-nagyon-nagyon sokáig kijöhetnek új dolgok. És ez lehet egy hangszerelési újítás, tehát mit tudom én, az, hogy a Black Keys-be csak dob meg gitár van, vagy egy ugyanez, csak picit megfordítva, hogy Royal Blood, hogy csak basszus van és dob, és abból áll össze az egész, hogy ezeket a zenekarokat mondanám mondjuk ilyen nagyon innovatívnak, mondjuk számunkra szerintem az Oliverrel nagy vita, hogy White Stripes vagy Black Keys, és hogy melyik volt előbb, ugye, így Jack White fanként azt mondanám, hogy akkor a White Stripes-ra tegyük le a voksunkat, de hogy ezek az ilyen nagyon hangszerelésbeli innovációk, vagy az, hogy nem tudom, a Muse-nak ez az ilyen, hogyha most csak rockzenéről beszélünk, a megszólalása, vagy az, ahogy az Arctic Monkeys telerakta gyakorlatilag ilyen hip-hopos elemekkel a zenét. Ezek innovatív megoldások, de a nagyon nagy dolog az egészben az, hogyha te fogod, és a Do I Wanna Know-t eljátszod egy gitárral, az úgyis nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy az a dal, az csupaszon, csak a dallammal és azzal a fájdalommal, amivel ő azt ott megénekelte, nem tudom, egy szakítás után kb. Azt nem tudod azokat az érzéseket utána csak annak betudni, hogy fú, de innovatív jó ötlet volt, hogy hip-hopos beatek kerültek be a lemezbe. Szóval én azt érzem, hogy az emberi érzéseknek az igazsága, és hogy azt te hangszeresen hogy tudod kifejezni, valahol a zenében mindig az lesz az innováció, és mindig az lesz az új, nem a technikai része, mert arra mindig lehet azt mondani, hogy ja, hát elektromos gitár, hát ilyen már mikor volt, már hány zenekar fogta meg a Jimmy Page, amúgy is jobb nálatok. Szóval, hogy ez egy ilyen történet, de közben meg amikor a saját érzéseidet őszintén, és tényleg, ahogy szokták ezt mondani, ilyen nem is tudom, ilyen gáznak hathat, ez a kiteszed a szívedet a koncerten, meg hogy ott kell meghalni, de ez igaz, tehát hogy az, hogy nagyon sok zenekar, akik be is futottak és sikeresek, miért tudtak azok lenni, akik azért, mert rengeteg borzasztó dolgon mentek át, meg jón is, azt meg is tudták énekelni, és azt minden este a színpadon újra meg is tudták élni, meg még lemezen is. Szerintem ez a kulcs. Olivier, te ezzel egyetértesz, amit Iván mond? Igen, egyébként maximálisan szerintem. Amihez egy ilyen tök konkrét példát tudok hozni az én életemben, vagy amikor valami hasonlóra rájöttem, ez az van a Taylor Swiftnek egy 1989 című lemeze, amit aztán a Ryan Adams feldolgozott, de úgy dolgozta fel a lemezt, hogy az elejétől az első hangtól az utolsóig, és nekem mondjuk ez egy ilyen tök jó bizonyíték volt arra, hogy ameddig mondjuk a Taylor Swiftet annyira nem szeretem, azok a dalok,
egy tök más interpretációban azok mégis annyira közel tudnak kerülni hozzám, és hogy azt hiszem, hogy valami hasonlót mondott az Iván is, hogy alapvetően azért az emberek nagyon-nagyon hasonló dolgokon mennek keresztül, nagyon-nagyon hasonló érzelmeket élnek meg, és ezeknek a sajátos interpretációja az, ami innovatív tud lenni, ami meg te vagy, ami a te, nem tudom, narrációdnak a sajátos előadása. Uh-huh. És tök érdekes, amit mondtok, mert ugye egyrészt itt most a zenei világról beszéltek, de másrészt pedig az előző InnoGen Jamboree-n, az előző kerekasztalban is tök sokszor feljött az a téma, hogy mitől innováció egy startup életében, és arra a konklúzióra jutott aztán a végén mindenki, hogy nem kell mindenképp teljesen valamit újra feltalálni, hanem akár meglévő elemeket, meglévő ötleteket egy más módon, a saját módodon kell összerakni, és abból valami újat létrehozni. Sherry, ebben egyetértesz? Szerintem abszolút, meg én amit szoktam mondani, hogy ugye egyrészt vannak a spanyol viaszok, amik tök jók, de azon kívül ugye nagyon sok konzervatív piacról is tudunk beszélni, ahol azok a technológiai megoldások, amik más-más területen már teljesen alapnak számít, az egyáltalán nincsen jelen még ott. Szóval, hogy tegyük fel mondjuk itt a fotózás és videózásnál, egy teljesen egyszerű ötlet ez, hogy fotósokat és videósokat kötünk össze megrendelőkkel, de mégis nincsen Magyarországon rajtunk kívül más, aki ezzel foglalkozik. És igazából szerintem ez a fontos, hogy azt felismerjük, hogy az innováció az nem csak technológiai innovációról szól, hanem a adott piacon belül egy mindset is lehet innováció, vagy az is lehet innováció, hogy egy ismert technológiát beleültetsz egy új piaci szegmensbe. Szóval ebből a szempontból szerintem az innovációt elég sok oldaláról meg lehet fogni. A lényeg az, hogy ott abban az adott pillanatban ez egy újszerű dolog legyen, és reméljük, hogy hasznos is, nem csak újszerű, hanem ad is hozzáértéket. Sokat beszélgettünk már eddig a jelenlegi, hát túlnyomóan szórakoztató és nagyon-nagyon hangos világnak a nehézségeiről, de mit gondoltok, mennyire érzitek magatokat szerencsésebbnek, akár mint zenészek, akár mint vállalkozók, olyan emberekkel szemben, akik mondjuk évtizedekkel előtt voltak itt a világon, és nekik még nem volt ott a digitális világ, nem volt ott a közösségi média, és azért sok lehetőség még nem állt ugye a rendelkezésükre. Így aki ezt a kérdést, vagy a válaszát izgalmasnak tartja, az nyugodtan csapjon le. Lehet beszélni? Amúgy szerintem nagyon érdekes, és erről valószínűleg még egyszer egy órát tudnánk beszélni, hogy az újdonság, mint olyan, az létezik-e? Van-e olyan, hogy új? És én azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk, és ez már egy ilyen történelem, szociológiai esettanulmányok összességének problémáit veti föl itt ebben a rövid beszélgetésben. Iván elakadt szerintem. Vagy lehet, hogy elakadt a probléma. Nos, csak nem hallottunk az előbb, megakadt kicsit a kapcsolat. Ja, igen. Hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az a helyzet, meg azok a problémák, amikkel mi most találkozunk, vagy újdonságok, vagy lehetőségek, azok egyediek. Szerintem felfogni nem tudjuk, hogy milyen lehetett az, amikor egyszer csak kijött a Gutenberg, és azt mondta, hogy könyv, nézd. Tehát, hogy ők meg azt mondhatták, hogy előtte meg 100 évvel nekik nem volt semmiük, aztán aki meg feltalálta a nem tudom, a bronznyíl hegyet, az meg azt mondta, hogy tesó, te előtte jöttél a kis vacak vaskardjaiddal, és mi meg már itt bronzból csináljuk a nyílhegyeket. Szóval itt szerintem az, hogy mi is egy ilyen folyamatos spirálrendszerben ugyanazokkal a dolgokkal így körkörösen találkozunk, és így visszavisszajönnek, és mi reflektálunk rá, és próbálunk előre haladni, az tényszerű, hogy a jobbból általában mindig a jobba kerülünk, de azt mondjuk én nem tudnám így leválasztani magamat, tudod, hogy ahogy így kérdezted, hogy most másokhoz képest ez milyen érzés, mert nem tudom, hogy mondjuk nekem annyira rossz lett volna mondjuk a 60-as években rockzenét játszani, amikor még az emberek így jártak is rá.
meg így szólt is a rádióból. De közben megérted, azt meg nem akarnám, hogy közben meg lehet, hogy ezután az adás után bekopogtatnának a rendőrök, és azt mondanák, hogy na, akkor bemegyünk az őrsre, és belevágunk a hajadba. Szóval, hogy minden korszaknak megvan az István a királyban nagyon szépen leírják, hogy volt is, lesz is, kint is, de bent is, minden kornak rendszere van, és ennek a kornak is rendszere van szerintem. Ennél jobb végszót szerintem előre meg se írhattunk volna. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszélgettetek itt velem, és hogy mindezeket a témákat kivesézhettük, és természetesen nézőknek is nagyon-nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, megnéztek minket, és ne felejtsék el, hogy az Innogen Idea Lab ötlet workshop 25-én, tehát június 25-én kerül megrendezésre, és 28-áig pedig az Idea Lab ötletversenyre tudtok jelentkezni, amiből akár az is kisülhet, hogy a 10 startupotok elindul, hogyha van egy jó ötletetek, akkor ennél jobb esély nem is lesz arra soha többet, hogy ezt megvalósítsátok. Úgyhogy köszönöm, hogy velünk voltatok, és hogy velünk tartottatok. Köszönöm szépen! Sziasztok! Hello!